Szeretettel köszöntöm Önöket! Mai vendégem, példaképem Illés László, rendőr alezredes. Alezredes úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat ebben a műsorban. Hát a műsor előtt beszéltünk róla, hogy hogyan kerül ön a műsorba, és hát beszéltük azt, hogy bizony azok a roma vezetők terjesztették fel példaképnek és vendégnek ebben a műsorba, akikkel egyéb iránt évek óta már jó kapcsolatot ápol mind ön, mind pedig az az osztály, amelynek tagja. Tudni kell önről, hogy bűnmegelőzési területnek egy oszlopos tagja. Katonember volt, és hát a később a rendészeti terület számos posztját megjárta, igen magas posztokban is volt, és jól tudom ugye, hogy nyugdíjból tért vissza, most pár éve, és azóta a bűnmegelőzési területet erősíti. De az fontos önről azért tudni, hogy a balesetmegelőzés és a közlekedés biztonság terület az mindig is szívügye volt. Az első kérdésem az lenne, hogy mik voltak azok a mérföldkövek, vagy főbb opciók, amelyek mentén végül is arra döntésre jutott fiatal korában, hogy a katonai és rendészeti terület lesz az öné, és aztán később rátérhetünk konkrétan azokra a dolgokra, amelyekkel manapság foglalkozik. Igen, először azt szeretném mondani, én is köszöntöm a televízió nézőit, hogy megtisztelő számomra, hogy egyébként a roma kisebbségi vezetők engem jelöltek példaképként ebben a műsorban. Ők tudják, hogy miért, később majd, ha beszélgetünk, biztosan talán erre is pontosan rátalálunk, hogy mi lehetett ennek az oka. Hát a saját életutamról és a pályámról, én előtte mondtam, mielőtt beszéltem, hogy nem szeretném az egész, már olyan régóta vagyok én katona, hogy hogyan lettem katona, hát tulajdonképpen szerintem úgy, ahogy nagyon sok gyerek a pályaválasztásnál, hogy érettség után az embernek fogalma sincs, hogy mi legyen. És a családban volt katona ember, aki azt mondta, hogy hát jó lesz ez katonának ez a gyerek. És hát valóban így van, jelentkeztem a katonai főiskolára, és akkor háromnapos felvételi után nagyon büszke voltam magamra, hogy sikeres volt a felvételi, felvettek, és így kerültem én a Kossuth-Lajos Katonai Főiskolára határőrnek, és határőrként is végeztem. 1977. augusztus 20-án avattak határőrhadnagy. Annyira egyértelmű az, hogy feltétlenül mondjuk a határrendészeti terület lesz az önné? Hát azt most már nem tudom megmondani miért, de valamiért akkor úgy tűnt, hogy a határőrség, mint elit alakulat vonzóbb volt a fiatalok számára, mint általában a honvédség, akkor a Magyar Néphadsereg. És talán ez volt a motiváció, semmi más. Ez az és egyetlen. Aztán akkor léptünk egyet a rendőrség irányába. Ez hogyan jött az életébe? Hát én az osztrák határon voltam határőr, és hát Tolna megyei gyerek vagyok, rendszeresen látogattuk a szülőket, 250 kilométer volt egy-egy út, gyerekekkel hosszúnak tűnt, és akkor kezdtem gondolkodni azon, hogy közelebb kellene jönni, mert Tolna megyének nincs államhatár szakasza, ezért Pécsre próbáltam elkerülni, ott meg nem volt hely. És a végén bejöttem a Tolna megyei rendőrfőkapitányságra, megkérdeztem az akkor még személyzeti osztálynak nevezett humán szolgálatot, hogy hát van-e itt hely, mert én szívesen jönnék. A belügyminisztérium határőrség volt, a rendőrség a BM kötelékébe, ezért nem volt gond, az átjárható volt egyébként ilyenkor a személyzeti oldalról ez a két szervezet, és azt mondták, hogy tudnak biztosítani helyet, és akkor kerültem én ide Tolna megyébe, előadói beosztásba, sajtópropaganda előadó voltam először. És azóta aztán sok minden voltam, mire közben még sajnos megöregettem. Nyugdíjazásig töltött be komoly vezetői posztokat is. És akkor, mert tudom, hogy a műsor előtt megbeszéltek, és a szerénység az diktálja, hogy az ön életrajzát zárjuk rövidebbre, de mégiscsak fontos kérdésem lenne az, hogy a bűnmegelőzés területe, a roma terület, hogyha teljesen őszintén belátja önmagának, mennyire állt közel úgy a szívéhez, illetve hogy maga az a terület, amivel foglalkozott, mennyire tudott nyitott lenni arra, amit ma már arról az oldalról néz, amit most már ugye megtapasztalt, hát mondhatom, hogy bűnmegelőzési szakemberként. Na, most itt a kérdezőnek mondanám, hogy a bűnmegelőzés és a roma oldal, a kérdés így nem nagyon egyeztethető össze, mert azt gondolom, hogy a bűnmegelőzés az,
a rendőrség szinte minden egyes tagjának napi feladata. Az, hogy van külön szervezeti egység, ez szerencse, de korábban én nem a bűnmegelésnél dolgoztam, de a korábbi beosztásokban említette a közlekedés rendészetet is, ott is volt megelőzési feladat, és egyébként általános rendőri feladat a bűnmegelőzés, de nem csak a rendőrségi, a civileké is, és mindenki másé is. De azt gondolom, hogy ez a terület is, ha már előjött a romákkal kapcsolatos kérdés és a bűnmegelőzés. Rendőri vezetőként dolgoztam Pakson. Talán ebből a szempontból rendhagyó volt és újszerű, hogy 2005-ben Pakson volt először egy olyan összejövetel, amikor a területen élő roma kisebbségi vezetőket meghívtam a kapitányságra. Akkor még semmiféle olyan jogszabályi kötelezettség nem volt, ami alapján ezt meg kellett volna tenni, vagy meg lehetett volna tenni, de azt gondoltam, hogy szükséges azért, hogy elinduljon egy párbeszéd. Elinduljon egy párbeszéd arról, hogy nekünk rendőröknek mi a dolgunk, és általában a területen élőknek mi a feladatuk azzal, hogy mint jogkövető állampolgárok miként hogyan viselkedjenek, hogy ne legyenek konfliktusok. Mert az igazság, hogy voltak, abban az időben jó pár olyan konfliktus volt, amit nehezen lehetett kezelni, és én tudtam rendőrként, hogy ezek nem rendészeti problémák, és nem abból fakadnak, hogy egyébként a rendőrség rosszul látja a feladatát, mások pedig nem tudnak igazodni bizonyos környezeti feltételekhez. Viszont számomra nem láttam megoldást abban, hogy elkezdünk rendészeti eszközökkel beavatkozni olyan problémákba, amelyeket rendészeti módszerekkel, eszközökkel nem lehet kezelni. Ezt egyébként alá is tudom támasztani, mert 2005-ben nagy dolog vonatkozásában pont roma vezető voltam. És akkor pont részese voltam ezeknek a fórumoknak, és valóban nem volt jogszabályi elvárás erre, de mégis ez megtörtént, és az azóta nagyon kifejlődött. És aztán elérkezett a nyugdíjazás. És azért azt tudom, hogy a nyugdíjas évei alatt hát elég aktív nyugdíjas volt, hiszen az iskolai szemléletformáló előadásokat azért nem hanyagolta el. Bizonyos körökbe azért fiatalok körébe eljárt, civil körökbe eljárt és tartott előadásokat, szemléletformáló, ismeretterjesztő előadásokat. Ezekről az évekről röviden egy picit. Csak annyit, hogy 2006-ban mentem el nyugdíjba, a Tamási rendőrkapitányság vezetője voltam. Így utólag visszagondolva nagyon-nagyon meghatározta ezt a döntést az akkori helyzet, a rendőrség helyzete, a folyamatos változások, a bizonytalanság, hogy hogy lesz majd a jövő, és egyáltalán hogy alakul a rendőrségnek a jövője. Hogy jól döntöttem-e, vagy rosszul, azt nagyon nehéz elmondani, de azt gondolom, hogy amikor az első napot megkezdtem nyugdíjasként, rögtön arra gondoltam, hogy van nekem még dolgom az életben. Annál is inkább, mert nagyon sokszor mondtam a fiataloknak, fiatalabb kollégáimnak, hogy a nyugdíj nem lehet életcél. És most is ezt mondom mindenkinek, hogy a nyugdíj nem lehet életcél. És akkor rögtön, mivel volt nekem egy gépjármű szakoktatói oklevelem a Tírsulinál, tulajdonképpen elkezdtem oktatni, mint szakoktató, ezen kívül pedig bűnmegelési előadásokat tartottam, meg hát ilyen műkedvelő könyvíróként elkezdtem a szülőfalunknak a történetét összegyűjteni és megírni egy kis könyvben. Tehát ez egyébként kitöltötte az időmet, azt gondolom, hogy szellemileg lekötött, úgy éreztem magam is, hogy szükség van rám, és talán hasznos is, amit csinálok. És ez nekem jó volt. A könyvírás és a publikáció az már abban az időszakban is jelen volt az életében, mert azért tudom, hogy közlekedési vonatkozásban is írt, illetve később is voltak a szakterületi folyóiratban voltak megjelenései írásos formában. Hogy ez végig jelen volt, vagy ez akkor indult be leginkább? Mindig azt gondoltam, nem vagyok ilyen írói alkot, meg ilyen vénával megáldva, de azt gondoltam, hogy ha hasznos dolgokat összegyűjtünk, az utóknak a valamilyen formába meg kell hagyni, hogy megmaradjon. Ezért volt az, hogy a korábbi szakterületen a közlekedésrendészetnél is egy kis kiállítást összehoztunk a kollégákkal, és örülök neki, mert még most is megvan. És hát a múlt ápolása ilyen szempontból, a múltban történt események rögzítése azért nagyon fontos, mert akik most kezdik a rendőri munkát, vagy bármelyik munkáján dolgoznak, fogalmuk sincs arról, hogy előtteik mi történhetett. És nagyon jó dolog ez, hogy rápillantanak képekre, szövegekre, hogy egyáltalán tudják helyezni, 10-15 évvel ezelőtt hogyan éltek itt a rendőrök, egyáltalán mi volt a dolguk.
Hát így volt ez a könyvírás, a faluval kapcsolatos történet pedig azért volt szükséges, mert egyszerűen nem volt NAK községről semmilyen monográfia, és néztem, hogy a környező településeknél mindig akadt egy-egy ember, aki megírta a történetét. És valóban úgy volt, hogy nem tudtuk, hogy kik a nakiak, és mindig motuszkált bennem, hogy jó lenne összegyűjteni. A nagy fába vágtam a fejszét, azért elmondhatom, mert nekem tapasztalatom nem volt. Két telet töltöttem a levéltárban, gyűjtögettem az anyagokat, kevés forrásmunka volt, és a végén csak sikerült valahogy összehozni egy könyvet, és örülök neki most is, hogy megvan, mert legalább 2006-ig a falu története rögzítve van, hogy lesz-e valaki, hogy 2006 után folytatja, azt nem tudom. De remélem, hogy lesz egy ember, aki megint csak tovább írja ezt a könyvet. Igen, hát ön azon emberek ritka fajába fog tartozni, aki majd még egyszer elmehet nyugdíjba, mert most érkeztünk meg az a pillanathoz, hogy visszatért. Hát a visszatérés története az arról egy picit, hogy hogyan alakult, és akkor megígérem, tényleg beszélhetünk arról, hogy milyen projekt volt, amiben rögtön bele is cseppent, és akkor szépen egy kicsit végig tudunk menni azokon a főbb mérföldköveken, amik jellemezték, illetve jellemezik mind a mai napig az ön munkáját. Egészen odáig bezárólag, hogy most már rendészeti területen oktat is, több kollégával együtt egyébként. Hát tehát igen. A visszatérés története. Röviden, mert tényleg még az időből is kifutunk. A visszatérés története az, hogy a kollégák megkerestek, hogy indul egy program. Elvállalnám ennek a programnak a szakmai vezetői tisztét. Ez egy áldozatsegítő program volt. Megmondom őszintén, hogy hizelget számomra, és hizelgevült az, hogy megkerestek. Eszükbe jutottam, és szívesen jöttem. Uh-huh. Úgy terveztem, hogy 2 év a program, 2 év után ismét folytatom majd a nyugdíjas életet, és itt maradtam. Itt maradtam, mert az a közeg, amiben 2 évig voltam, kedves volt számomra, úgy éreztem, hogy tudok talán használni és segíteni a környezetemben élőknek, és a nagyképűen talán még a rendőrségnek is, de leginkább egyébként a Tolna megyében élő embereknek. És itt maradtam, itt ragadtam, és eltelt közben 7 év. És időközben most az idén 64 éves leszek. Isten értes, most a vonatkozó szabályok szerint, mivel 1955-ben születtem, augusztus 8-án 64 éves leszek. És ez azért fontos dátum, mert 64 éves koromban öregségi nyugdíjas leszek, és így leszek én másodszor is nyugdíjas, ha már a kérdésre ez a válasz. Tehát ennyi most a második ilyen szakmai történetem, amit erről tényleg röviden csak ennyit szeretnék mondani. És akkor beszéljünk a programokról. Tehát kezdhetjük akár onnan is, hogy amiben visszacsöppent, röviden a bűnmeg, hogy az áldozat védelmi terület hozadékáról, azon túl, hogy most azóta ezt elsirattuk, mert ugye véget ért a projekt, sajnos nem folytatódott. Mik voltak azok a hozadékok, amit úgy érez, hogy valami sikerült azért mégis a megyében elindítani, előtetni? Hát mivel Lakatos úrral együtt vettünk részt a programban, igen, hiszen ön is ebben dolgozott. Amikor a program elindult, Tolna megyében gyakorlatilag az áldozatsegítés, mint a tulajdonképpen a sértettek áldozatokkal kapcsolatos segítő tevékenység nagyon-nagyon alacsony színvonalú volt. Igen. És a program pont ezt a célt szolgálta, hogy ezt valamilyen szintre felhozni, példát adni a környezetnek, és valóban segíteni azoknak a sértetteknek, áldozatoknak, akik rászorulnak. Hát a 2 éves program egyébként olyan eredményeket hozott, ami azóta is országosan egyedülálló, megsokszorozta a segítő lehetőségek számát a program. A programban dolgozók napi munkájuk során valóban kapcsolatba kerültek a sértettekkel, áldozatokkal, és valóban tudtak segítséget nyújtani. És ez a 2 év megmutatta azt, hogy ha közel kerülünk az áldozatokhoz, és ismerté válik ez a lehetőség, akkor valóban élni tudnak azzal a lehetőséggel, amit a vonatkozó törvény biztosít. A program megszűnt sajnos, mint általában az ilyen adott időre szóló projektek, egy csomó jó dolgot felmutatott, felépített egy szervezeti és működési struktúrát, elfogyott a pénz, elfogyott a támogatás, elfogyott a program alól egyébként a szakmai plusz is. Most utána megpróbáltuk életben tartani, a jellévő Lakatos úr nagyon jól tudja, hogy önkormányzatok segítségével, mindenki segítségével még egy pár évig életben tudtuk tartani, és utána tulajdonképpen a régi formájában megszűnt, viszont tovább él
a rendőrségen belül a program szellemisége, és az a fajta működési rendszer, amit sikerült kialakítanunk. Tehát működnek még referensek, jól ismerik a rendőr kollégák, hogy mit kell tenni, hogyha van egy bűncselekmény áldozata, és megjelenik a rendőrségen. Ezt nemrégen is tapasztaltam, hogy nagyon jó beágyazódott, és a program így tovább él. Nagyon fontos volt, és azt gondolom, hogy a együttműködve a civil szervezetekkel, ezekkel a Fehér Gyűrűvel leginkább, és más támogatókkal sikerült elérnünk azt, hogy ne legyen olyan áldozat Tolna megyében, aki ha segítségre szorul, és a segítséget, támogatás neki jár, a jogszabály szerint, hogy ne kapja azt meg. Hát én sikeresnek gondolom, és tartom ezt a programot, és úgy érzem, hogy hasznos volt. És ezt követően mi volt az a soron következő program, és mik azok, amiről most jelenleg be tud számolni, hogy ezen a területen élő programok, akár beszélhetünk romákkal kapcsolatos kapcsolattartásról, mert azt azért el kell mondani, és ebben nem is lehetünk szerények vagy álszerények, hogy Dél-Dunántúlon vagy akár országos szinten is egy kiemelkedő kapcsolata van annak a területnek és osztálynak, amelynek ön is tagja a roma közösséggel, a roma vezetőkkel, de ezen kívül milyen élő futó programok vannak, voltak? Hát amit érdemes megemlíteni. Az, hogy egyébként nagyon élő kapcsolat van a roma kisebbségi vezetőkkel és a roma közösségekkel, az azért nem nekem köszönhető, ezt azért tisztázzuk, mert nem így van. Tolna megyében nagyon jó gyakorlat alakult ki. Nem akarom én külön kiemelni, de ezért most kiemelem Orsos Zoltán őrnagy urat, aki ezt a kapcsolatot egyébként kialakította, kézben tartja, és naponta élővé teszi. Az, hogy én ebben a programban, ami a kapcsolattartásról szól, részt veszek, az annak köszönhető, hogy egyrészt van egy napi munkakapcsolatunk őrnagy úrral, ugyanakkor pedig van egyfajta érzelmi kötődés az érintettek iránt, ami emberivé, barátivá teszi ezt a kapcsolatot. És én szívesen megyek hozzájuk, ők pedig szívesen jönnek hozzánk, ha valami problémájuk van. Azt gondolom, mert mindig a cigánysággal kapcsolatos kérdésekről beszélni mindig kényes dolog egyébként, főleg így televízióban, amikor sokan hallják. Nekem ez soha nem jelentett problémát. Én gyerekkoromban egy kis településen éltem, ahol egyébként több cigány származású gyerek is volt az iskolában, eszünkbe nem jutott egyébként, hogy ők cigányok lennének, és főleg az nem jutott eszünkbe, hogy emiatt bármiféle megkülönböztetésbe részesítsük őket. És bennem ez mindig is munkált és megmaradt, mert azt látom és tapasztalom, hogy kimentünk olyan településekre, ahol bizony szegény sorban élő cigány származású emberek vannak, hogyha én ide születtem volna annak idején, vajon belőlem mi lett volna? Az a hátrány, az a hátrány, ami a szociális körülmények tekintetében, az anyagi lehetőségek tekintetében megvan, könnyen lehet kioktatni valakit és azt mondani, hogy miért ilyen, meg miért olyan. Mert ítélni mindig könnyebb, mint egyébként valamiféle támpontot nyújtani és segítséget adni. És ezért éreztem ezt mindig az, hogy a kioktatás helyett inkább valamiféle segítséget próbáljunk nyújtani. Mert nagyon sokszor a kis segítség is sokat jelent. Igen. Akár egy ügyintézésbe eligazodni. Mert nem olyan egyszerű, még egy adatlapot sem kitölteni sokszor. Ezt még magamról is tudom, elmondhatom, pedig sok iskolát végeztem, és egy pici segítség nagyon nagynak tűnik akkor, amikor valaki erre rászorult. Tehát ezért van ez a fajta, ha már egyébként ezért is lettem így meghívva ebben a műsorba, azt gondolom, hogy talán sikerült abba előre lépnünk, hogy azokon a programokon, ami a rendőr-roma együttműködést erősíti, akár egy horgászverseny, akár a közös vetélkedő programok, akár a gyerekek részére szervezett rendvédelmi jellegű versenyek, mert hogy programokról volt szó, ez mind egyébként pozitívan hatott a kapcsolatra. Egyik oldalról már, hogy a rendőr jön és elvisz. Mondják a gyereknek nagyon sokszor szülők, nem tudom, hogy honnét veszik ezt, hogy ezzel így kellene, mert valamiért mumusként tekintenek rá, és mindig is azt szerettem volna, hogy segítőként, támogatóként tekintsenek a rendőrre, és merjenek tőle kérdezni, merjenek hozzá oda menni, és azt hiszem, hogy sikerült ebbe előrelépni. Igen, annál is inkább, mert ön és több kollega, többek között az említett őrnagy úr is, talán az eddigiek, ehhez képest szokatlan módon sokat vannak terepen.
Ezt azért mondom, hogy talán szokatlan módon, mert számomra szokatlan volt. Én mind egyházi, hitéleti, mind rendvédelmi területen, mind pedig az élet más területén nagyon preferálom sok embertársammal együtt, amikor egy szakember gárda kimegy az élő helyszínre, a terepre. És az utóbbi években én azt tapasztaltam, mind kollégaként, mind pedig később civilként, amikor visszanéztem az önök munkásságát, illetve annak a területnek, osztálynak a munkásságát, ahol dolgozik, sokszor elmennek olyan problémás helyekre, ahol iskolai jellegű probléma van. Vagy akár, hogyha van egy nagyon pozitív példa, legyen az akár Cserdi, vagy beszélhetünk bármiről, akkor egész egyszerűen vélemezem vezetői engedéllyel beülnek az autóba, és elmennek a terepre. És megnézik, egyrészt tapasztalatszerzési csereprogramként is tekintetünk az ilyen látogatásokra, másrésztről azt gondolom, mert ön mondta, hogy élő a kapcsolat, tehát annál élőbb nincs, mikor valakit a saját helyén, a körülményeibe látogatnak meg szakemberek. Hogy ez magától alakult ki, vagy ebben volt valamiféle tudatosság, hogy többet járnak ki terepre? Én azt hiszem, hogy ez természetes dolog. Tehát a problémát egyébként is csak ott lehet kezelni, ahol van, tehát ezt nem lehet táviratilag elintézni. És nagyon fontos, hogy az információszerzés. Tehát az ember hall valamit, akár az interneten olvassa, vagy hall valamit, és akkor rossz döntéseket hoz. Ha nem járja körbe azt az ügyet, nem nézi meg minden oldalról, akkor lehet, hogy olyan következtetésre jut, ami később helytelen, és még szégyelni is fogja magát emiatt. És ezért szoktunk kimenni a terepre, ezért próbáltuk a jó példákat begyűjteni, ezért mentünk úgy közösen el kisebbségi vezetőkkel olyan helyekre, akár az oktatás területén, akár a tényleg szegény sorban élő elsősorban, nem csak romákról van szó, hanem szegény településeken hátrányos helyzetű gyerekekkel kapcsolatosan jó példákat, olyan pedagógusokat, akik valóban tanítóik ezeknek a gyerekeknek, olyan mintákat, ahol a gyerekek valóban jól érzik magukat a környezetükbe, és lesz belőlük valami. És azért mentünk ilyen példákért, hogy ha sikerül átültetni a gyakorlatba, mindenhova mindig az dönti el, hogy hiszen emberfüggő minden ilyen dolog. Ha valahol megtalálunk olyan valakit, aki tovább viszi ezt az ügyet, szeretettel csinálja, szakértelemmel, és valóban tud működtetni egy rendszert, és ezzel másokon segít, akkor az csak jó lehet. Ezért jártuk a terepet. Nagyon sokszor persze ez nem egyszerű dolog, mert voltak konfliktusaink is nyilvánvaló. És hát ezt is kezelni, ez sem egyszerű, rendőrként sem, emberként sem, a megoldást pedig nyilvánvaló, hogy egyedül az ember nem tudja. Ezért kell egyébként segítség, támogatás, együttműködés. Igen, én szeretném arra megkérni, még két dolog vár önre a műsor végéig. Egyrészt szeretném, hogyha az oktatási területről azért beszélne, mert elindult, hála jó Istennek, kadét, a rendészeti képzés Szekszárdon, aminek úgy tudom, hogy ön is és még egy jó pár tiszteletre méltó kollega oktatója ennek a rendészeti oktatásnak. Tehát, hogy erről, hogy ebben mit lát lehetőségként, esetleg ennek picit megközelíteni a roma vonatkozását, hogy miként lehetne jobban bevonzani, vagy életcélként felmutatni mondjuk ennek a közösségnek a rendvédelmi hadászati területet, illetve arra is megkérném, hogy a kedves televízió nézőknek valamilyen üzenetet itt hagyna, ami lehet bármi, amit ön gondol, hogy tapasztalatai alapján érdemes megfontolni, akár mondjuk a bennünket néző fiataloknak, akik vagy a pályára készülnek, vagy nem, de érdekli őket minden esetre ez a terület. Ez elég bonyolult ez a kérdés, amit most kaptam, és az oktatásról, itt a rendvédelmi oktatásról, nem akarok olyan területre tévedni, amihez én nem értek. Már itt az oktatás ügyről beszélek most. Én valóban rendvédelmet kollégámmal oktatunk a Palánki iskolában és az 505-ösben is. Uh-huh. És mikor indult ez? Hát két éve tulajdonképpen. Uh-huh. Nagy lelkesedéssel neki is láttunk ennek a feladatnak. Annyit csak a televíziónézőknek mondanék, hogy vannak olyan fakultációk ezekben az iskolákban, ahol gyakorlatilag a rendvédelmi szaktantárgyak, uh-huh, több órában oktatnak szakelőadók, annak reményében, hogy később majd ezek a gyerekek, uh-huh, a hallgatóság rendőr lesz, vagy katona lesz, vagy ebbe az irányba fog majd orientálódni. Hát nem tudom megmondani pontosan, hogy egy 25 fős osztályból hány rendőr lesz,
nagyon kevés, hadd mondjam, mert most elmondhatom, hogy függetlenül attól, hogy nagy igyekezettel és tényleg szeretettel próbáljuk átadni azt a tudást, amit megszereztünk az évek alatt, évtizedek alatt. A gyerekek 17-18 évesen sajnos nem tudják, hogy mit szeretnének lenni. Uh-huh. Tisztelet a kivételnek, egy páron tényleg ezt az irányt veszik, és tovább tanulnak, és rendőrök lesznek. De nagyon sokan sajnos nem. Azt gondolom, hogy ezen majd az oktatásügyel foglalkozóknak gondolkodni kell, hogy hogyan lehetne egyébként népszerűvé, vonzóvá tenni a katonai és a rendőri pályát. És ha a roma fiatalok tekintetében ezt veszük, nagyon-nagyon örülne mindenki, hogyha több roma fiatal jelentkezne a rendőrséghez, többen lennének a rendőrség állományában, mert azt látjuk, tapasztaljuk most ott dolgozó roma származású kollégákon keresztül is, a saját élethelyzetükből látszik, hogy ez mindenkinek jó. Annak, aki egyébként romaként rendőré válik, és nagyon jó a rendőrségnek is, de nagyon jó mindenkinek, hogy látják, hogy romák dolgoznak a rendvédelemben, akik példát tudnak adni másoknak az életútjukkal, a munkavégzésükkel. Én azt gondolom, hogy ez fontos lenne, jelen pillanatban nagyon kevés roma származású fiatal jelentkezik. Ezen el kell gondolkodni mindenkinek, de azt gondolom a legfontosabb az lenne, és talán egyfajta üzenet is, és a fiataloknak mondanám leginkább, hogy csak a tanulással tudnak előbbre jutni. És azzal, hogyha az iskolába járnak, és ott eltöltik csak az időt, annak sok értelme nincs. De hogyha valaki rendőr akar lenni, vagy katona, akkor tanulni kell, tudni kell, hogy mit szeretne, rendet, fegyelmet, tisztességet. És akkor biztos, hogy sikeres lesz az életben. Amen, így legyen. Köszönöm. Én akkor ezt egyúttal betudom az üzenetnek is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Nagyon sokáig hallgatnám még, és én biztos vagyok benne, hogy lesz olyan felület, amikor ezt mi privátban tudjuk folytatni. Tehát még egyszer köszönöm, hogy itt volt. Egyúttal köszönöm a Pálfai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak azt, hogy hozzájárult a műsor megvalósulásához, ezen kívül pedig a Tolna megyei Rendőrfőkapitányság TKKM csoportjának is köszönöm a támogatást. És önöknek is köszönöm a megtisztelő figyelmet, kérem tartsanak velem legközelebb is a példaképekben, itt a Tolna Táj Televízión.